Vendégem a Jolly Jackers zenekar két tagja, Szepesi Viktor, Molnár Bálint és a klipben szereplő csodálatos táncos Rimár Izabella. Sziasztok! Hello, hello! Szia! Azt gondoltam, hogy ez a klip a Mi lenne, ha életérzéssel foglalkozik. Miért pont ezt a témát választottátok? Ez nagyon foglalkoztat titeket, hogy mi lenne, ha? Nem, igazából szerintem csak pont eljutottam abba a korba, illetve az a korosztály vagyok, aki úgy hívtuk magunkat mindig, hogy ilyen elveszett generációs arcok, akik még a rendszerváltásban születtek, de már kaptak egy kicsit a szabadságból. De alapvetően a nóta nem erről szól, hanem arról, hogy bizonyos konvenciókat egy bizonyos életkor után elvárnak az embertől, család, gyerek, stb. És ezt próbáltam egy kicsit bontogatni egy picit viccesebb formában. Azért ehhez a témához egy elég érdekes helyszínt találtatok a klip forgatásra. Hol forgattatok? Az a Kelenföldi erőműnek az épülete, ami, hogyha jól emlékszem, akkor most már 16 vagy 18 éve teljesen lakatlan. És januárban forgattuk a klipet, amikor hát nem a legjobb idő van egy ilyen klipnek a forgatására. És ez egy nagyon patinás épület, ez a Mi lenne, ha életérzés, egyébként a Bálintnak a szövegét értelmeztem egy picit újra, hogy mi lenne, ha amikor egy picit elgondolkozik az ember, hogy egy pár percre, hogyha hall valami jó zenét, ami egy kicsit inspirálja, akkor mi lenne, hogyha egy picit kilépne ebből a közegből, ahol most éppen van, és ábrándozik egyet. És ugye Izabella, te mutatod be ezt az életérzést. Hogy érezted magad akkor ezen a nagyon fagyos, hideg és nehéz klipforgatáson? Szerencsére nem volt ez a probléma, mert egész nap mozogtunk és forgattunk, és hát nagyon jól éreztem magam, ugyanis eredetileg ugye színházban táncolok, ahol ugye kötött koreográfiák vannak, és nagyon tetszett ebben a felkérésben az, hogy a koncepcióba abszolút belefért az, hogy végig improvizáljak, és abszolút ugye szerepelnek állatok a videóklipben, illetve az egész helyszínnek az impulzusait tudtam belevinni a mozgásomban. Akkor neked ez egy abszolút kiteljesedés volt, mert amikor néztem, egyébként én azt gondoltam, hogy ez egy pontról pontra koreografált, nagyon pontosan kitalált klip, de hát akkor pont ezt szerettétek. Teljesen profi. És tényleg gyönyörű lett a végeredmény. Ugye állsz ott egy metrónál és elgondolkodsz, akkor ezeket az érzéseket próbáltad ott magadból kitáncolni? Igen, szerintem már mindenkivel előfordult, amikor tömegközlekedéssel megy valahová, berak egy jó kis zenét, és igenis elmélázunk, és konkrétan akkor tényleg csak arra ébredünk fel a mi kis elképzelt világunkból, hogy hú, megjött a metró, és késésben vagyok, úgyhogy abszolút ezt idéztem fel magamban, mert ez már nem is többször előfordul. Nagyon termékeny zenekar vagytok, rengeteget koncerteztek külföldön. Ebben az évben mi az, ami várható tőletek, illetve lehet az, hogy most itthon egy picit többet fogtok zenélni?
Hát, nagyon furcsán összenéztetek. Igen, azért, igen, azt próbáltam jelezni, hogy válaszolj te. Igen, akkor válaszolj te. Ez nálunk igen így van, tehát ő az operatív főnök, én meg a kötelező fiú a történetben. Igazából az elmúlt heteket is már itthon róttuk. Nekem ez nagyon nagy meglepi, mert egy éve vagyok a zenekarban, és nem nagyon, tehát az elmúlt évben nem nagyon koncerteztünk otthon, és egy picit én erőltettem, hogy játszunk itthon, és én szeretem ezt a közeget. Úgyhogy a Paddy and the Rats-nek a turnéján veszünk részt előzenekarként, most már a hatodik állomáson vagyunk túl, és most lesz a búcsúzós hétvégénk velük most ezen a héten. Akkor viszonylag sokat vagytok itthon. Mikor látott titeket pontosan a közönség? Hát, hogyha őszinte akarok lenni, akkor most pénteken, nem tudom, hogy ki szabad-e mondani a klubnak a nevét, de igen, egy belvárosi szórakozóhelyen a weblapunkat, hogyha megnézitek, ott megtaláljátok. Most pénteken pont Budapesten játszunk, szombaton pedig Veszprémben. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek hozzánk, és hogy elhoztátok a klipet. Szuper, hogy most már itthon is akkor egyre többet játszotok, és akkor legközelebb is szeretettel várunk benneteket. Köszönjük szépen. Sziasztok.